Hagyományosan az adventi koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya áll. Az első lila jelképezi a hitet, a második a reményt. Advent harmadik vasárnapján a rózsaszínű gyertyát szokás meggyújtani, amely az öröm jelképe. A negyedik gyertya pedig a szeretetet szimbolizálja. Van, aki szívesen jön, és akkor válogat, sőt, előre adja a megrendelését. De viszont van, aki, ahol főleg a gyerekes anyukáknál jellemző az a családoknál, vagy ahol az apuka is nagyon szívesen részt vesz az adventi koszorú készítésében. Mert ugye azt kell tudni, hogy a család összetartó ereje van, tehát az egész karácsonyi hangulatnak. Amikor elkezdjük az első gyertyát meggyújtani, egy melegséget, egy összetartozást, amikor a gyerekek a szülőkkel együtt készítik a kis adventi koszorúikat. Nem a kész terméket veszik meg, hanem ez már egy ilyen családépítő, család összetartó erejé is van ezeknél a családoknál. De a nagymama, aki viszont ugye ő maga nem tud ezzel már foglalkozni, ő szívesen bejön, és akkor ő megvesz a kész terméket. Vagy anyukák készülnek arra, hogy már jó előre gondolkodnak, hogy most mennek névnapra, Katalin napra, szívesen visznek már ilyenkor a vágott virágok helyett adventi készítményeket, egyéb karácsonyi dekorációkat. A változóban lévő igényeknek tudható be, hogy egyre többen keresnek kék gyertyát az adventi koszorúhoz, ezt jellemzően aranyszínűvel párosítják. De igencsak megnőtt a barna gyertyák iránt is a kereslet, miközben a piros színű megőrizte népszerűségét. Van, aki a lakása színvilágához hasonló koszorút készít, vagy készített, így a virágkereskedőknek igen széles választékot érdemes tartaniuk. Átalakultak a színek is, és a nagyon sok a barna gyertya a piacon. Mellette jelen vannak a pirosak, a hagyományos pirosak, a tradicionális színek, amit ugye vissza az örök piros, a zöld, és ezt ugye mindenki maga fogja eldönteni, hogy melyik színt fogja használni a lakásában. Na most ugye a trendnek a színeit ugye egyértelműen nem lehet lekövetni, mert ugye a piacnak a kínálta ugyanakkor nagyon széles a skálája, tehát ugye jelen vannak a fekete arany, a rendőrkék az aranyjal, a mély bordó az aranyjal, a hagyományos a piros zölden. És tehát ugye ezt mindenki a saját rendjét alakítja ki, mert ugye a lakáskultúra is ugye eléggé változik a generáció követésével, és mindenki a saját lakásához igazítja a színeket. Tehát nem kifejezetten fogják követni az idejének, a trendnek a színét, mert éppen az ők is modern lakásukban, tehát a barnás nem fog beleférni. Épp ezért van az, hogy nekünk virágosaknak nagyon sok színnek kell, hogy készüljünk, hogy mindenki maga megtalálja a maga kis színvilágát. És nem utolsó sorban vannak a gyerekek, ahol még gyerekes anyukák vannak, ott ugye kis komédiás, nagyon sok kis színes figurák, kis kedves babák, kis manocskával, kis jelenetekkel kell készíteni a kis adventi koszorúkat. A hagyomány szerint lila színű gyertyát szokás meggyújtani az adventi koszorún, de egyre több családban megváltozott a gyertya színe. A gyertya lángja azonban ugyanazt a melegséget és ugyanazt a fényt sugározza.